A nagy felbontású ultrahang készülékek megjelenésével új lehetőségek nyíltak a diagnosztikában. Első vizsgálatnak választva a szakorvosok előszeretettel veszik igénybe az ultrahangvizsgálatot, mint megbízható képalkotó diagnosztikai módszert. Az ultrahang elsősorban hasi, mozgásszervi, a lágy részeket érintő és érrendszeri vizsgálatokra alkalmas. Hasi és alhasi panaszok, hasfájás, haspuffadás esetén érdemes hasi ultrahangvizsgálatot végeztetni. A hasi panaszok közül az ultrahang alkalmas a ciszták vagy egyéb kóros elváltozások észlelésére a májban, lépben vagy a hasnyálmirigyben. Segítségével kimutatható a lép megnagyobbodása, vagy például a vese és epekő is, de alkalmazható a daganatos elváltozások áttéteinek diagnózisában is. Továbbá a kismedencében a nőknél a méh, petefészkek, petevezetékek, húgyuti szervek, a férfiaknál pedig a prosztata és herék vizsgálatára használják. Az eljárás fájdalommentes, sugárterheléssel nem jár, így korlátlan számban ismételhető. 40 év felett szűrővizsgálat jelleggel évente egyszer érdemes hasi ultrahangot végeztetni. Panasz és tünetmentes esetben is lehet vese vagy epekő, esetleg daganatos elváltozás, amelyeknél nem mindegy, hogy mikor kerülnek felismerésre.